Bonyhádváros önkormányzata minden esztendő zárásaként polgármesteri fogadást szervez a városban működő nagyvállalkozások és a működést biztosító intézmények vezetőinek részvételével. A tavalyi esztendőben a Covid-járvány miatt elmaradt a találkozó, így Filóné Ferenc Ibolya polgármester átfogó képet adott Bonyhád fejlődéséről. Az esemény egyben minden esztendőben arra is teret nyújt, hogy átadják a város kiemelkedő vállalkozóinak elismeréséért alapított Péter Manó Jakab díjat. Az idei díjazott Trejz György volt. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani önöknek azért abból a szempontból, hogy 22 évet, mint vállalkozóként jelen voltam, ami 12 évet Bonyhádon. Szeretném megköszönni, hogy a lehetőséget megadták. A polgármesteri fogadás legfontosabb eleme a város elmúlt évéről készült beszámoló, mely kitér gyakorlatilag a működés minden elemére a gazdaságtól a civil szervezetekkel való kapcsolatig. Nagyon örülök annak, hogy megtartottuk idén az évzáró vállalkozói egyben polgármesteri fogadást, hiszen tavaly évben a járványhelyzet miatt elmaradt, és szükségünk van arra, hogy ilyenkor mi is magunk is áttekintsük azt, hogy hogyan zárt az évet az önkormányzat, mi az, amiben előrébb kell jutnunk, milyen terveink vannak, mik azok a beruházások, felújítások, amelyek az elmúlt időszakban lezárultak, és mit tervezünk a jövőre vonatkozóan. Itt a vendégek elsősorban vállalkozók, hiszen régi hagyománya már az önkormányzatnak, hogy így ilyenkor évvégén az legnagyobb iparüzési adót befizető cégeket meghívja, és azok képviselőit, hiszen az iparüzési adó bevétel az egyik legfontosabb bevétele az önkormányzatoknak, ebből tudunk gazdálkodni saját forrásként. Igyekszünk mindig olyan felújításokat tervezni saját forrásból, önerőből, ami a lakosság legszélesebb rétegeit érinti. Ilyenek az útfelújítások, a járdafelújítások, az intézmények felújításai, hiszen a gyermekeink óvodákba, bölcsödébe járnak, iskolába járnak. Ezeken dolgoztunk az elmúlt években, és ilyen tervekkel állunk elő a jövőben is. Filóné Ferenc Ibolya polgármester kiemelte, a város gazdasági ereje olyan jelentős, hogy bátran mernek tervezni a következő esztendőre is. Prezentációban beszámolhattam arról a közönségemnek, hogy a város vagyona folyamatosan gyarapszik, és olyan pénzösszeggel, olyan megtakarítással tudunk fordulni a következő évre, ami megalapozza a jövő évi költségvetést, hiszen soha nem látott 400 millió forintos nagyságrend az, amivel gazdálkodhatunk már saját forrásból biztosan a jövőjében, és ehhez kívánunk további forrásokat mindenhonnan, ahonnan csak lehet. Az ünnepség résztvevője volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki azt mondta, a politika és a gazdaság együttműködésének sikerét tükrözi a város és a térség elmúlt éve is. Azt gondolom, hogy az itt élők látják azt, hogy Bonyhád az elmúlt évtizedben, különösen az elmúlt években nagyon lendületesen fejlődött tovább. Látható az ipari parkban, hogy egyre több ipari csarnok épült meg, egyre több embernek tudnak ott munkahelyet, illetve munkát biztosítani. Ezáltal egyébként a városnak a bevételei is növekednek, illetve biztosabbá válnak. Én mindig is annak voltam a híve, hogy az önkormányzatok a gazdasági életben is legyenek jelen, és legyen szerepük a helyi gazdaságnak a tevékeny alakításában. Bonyhád szempontjából azt láthatjuk, hogy ez nagyon jól sikerült az elmúlt években, az idei évben is, a járványhelyzet ellenére, úgyhogy bizakodó vagyok a következő évre. Azt gondolom, hogy a párbeszédre mindig szükség van. Mindig ki kell kérni a vállalkozóknak a véleményét, egyáltalán az, hogy ők mit gondolnak a város fejlődéséről, az irányokról, miben tudnak egymásnak segíteni, és hogyha ez a párbeszéd megvan, akkor meg a segítőkészség, akkor a vállalkozók szívesen dolgoznak itt, és foglalkoztatnak embereket. Ez a legfontosabb. A következő hét esztendő fejlődéséhez nagymértékben járul majd hozzá a Top Plus program, mely jelentős pénzösszeget biztosít a járási székhelyek, így Bonyhád elképzeléseinek megvalósításához. 2022. április 1-én fogja ünnepelni Bonyhád városa a 45. születésnapját, szeretnénk ezt méltó megünnepelni, és most egy új uniós ciklus küszöbén is vagyunk, hiszen még az uniós források valamikor tavasszal lesznek elérhetők számunkra. A Tolna megye önkormányzat döntése alapján járásszékhelyként Bonyhád városa nagyságrendileg egy 5 milliárd forintos támogatásban részesülhet,
igyekszünk ennek mindenféle érjét maximálisan kihasználni, és olyan további fejlesztéseket és beruházásokat megvalósítani, ami valamennyi bonyhádi polgár érdekeit szolgálja majd.